95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 1995-ben indult a történet, és hát akárhogy számolok jövőre, az már nagyon sok években számolva. Így igaz. Az már gombolcból is sok. Igen. Amikor belecsaptatok ebbe az egészbe, akkor mondjuk az még egy nagyon másik felállás volt, férfiak voltak csupán benne, aztán az énekesnek ki kellett szállnia valami okból kifolyólag, és aztán... Igen, azt ne részletezzük most. Igen. Aztán utána jöttek majd a hölgyek, és aztán most már nagyon megváltozott igazából. Hát az egyetlen biztos pont ebben a bizonyos együttesben, hogy bátűnik, hogy te vagy. Hát egyrésztről, másrésztről azért van mellettem egy kolléga is, a Váradi Putyi, a harsonásunk, ő azért 2000 óta velünk van, tehát hogy azért... Mégse 95. Hát mégse 95, de azért már 19 éve. Ez azt jelenti, hogy akkor 95-től 2020-ig számolva jövőre 25 éves évfordulót ünnepeltek. Negyed évszázada működik a Sugárlóf. Igen. Rengeteg. Hát mondjuk így, meg rengeteg dal, meg rengeteg album született. Amikor belecsaptatok, akkor egyébként voltak ilyen távlati tervek, hogy akkor ebből szeretnénk egy olyan együttest, ami nagyon-nagyon sokáig működik. Mert az ember, amikor elkezd valamit, akkor nyilván gondol róla valamit. Aztán, hogy mi lesz belőle, az egy másik kérdés. Hát várjál, amikor elkezdtük a Sugárlófot, tehát azért én nekem volt előéletem. Igen, majd beszélünk róla, igen. Még nagyon szép próbálkozások voltak. Gyönyörűek. Igen. Sugárlóf úgy indult egyébként, hogy játszunk olyan zenét, amit szeretnénk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És hála jó Istennek, nagyon gyorsan eléggé nagy és látványos sikereket értünk el, úgyhogy ezek mind ilyen pozitív visszaigazolások voltak afelé, hogy jó az, amit csinálunk, vagy jó lehet az, amit csinálunk. A 90-es években, amikor elindult a Sugárlóf, akkor szerintem még kicsit hátkeményebbek voltatok stílusbelileg. Hát inkább egy rock zenekar volt, egy kicsit ilyen crossover zenekar, bár amellett azért azt hozzá kell tenni, és ez a mai napig jellemző ránk, hogy éppen amihez kedvünk van, hogyha valamilyen stílusbeli kiugrást szeretnénk éppen csinálni, akkor miért ne? Tehát, hogy azt gondolom, hogy a 25 év alatt volt már olyan, ami regiszká, kicsit ilyen jazzesebb elemek, funkisabb elemek, sokkal keményebb rockzenei elemek, poposabb elemek, stb. Ez most már azért jóval letisztultabb és jóval körvonalazhatóbb ez az egész, de így mégis így ad egy egységet. Viszont a másik oldalról, hogyha a kedves rajongók szemszögéből belegondolok ebbe, akkor nincs egy olyan meghatározható stílus, egy jól körülhatárolható stílus, amiben nagyon bele tudnánk szuszakolni a Sugárlófot, hogyha szeretnénk, mert akkor ezek szerint, tehát, hogy igazából van egy alapvető hangzás, ami csak a tietek, de azoknak a határai, vagy annak a határai azért elég széles spektrumon mozognak. Igen. De én úgy gondolom, hogy ez nem baj. De ő szerintük egyébként a rajongók szerint meg van. Tehát, hogy a rajongók szerint meg ez úgy egyedi, hogyha meghallja a rádióba, akkor rögtön megismeri. Hogy ez az, tehát, hogy hangszerelése, ami számomra tök érdekes, mint zeneszerzőnek, mert amikor én úgy gondolom, hogy hát ez a dal, ez annyira nem lett sugárlófos, és aztán utána jönnek a visszaigazolások, hogy de abszolút, hogy tök jó, és akkor vannak egy párhuzamot, hogy nem tudom, melyik korábbi dalra hasonlít, tehát hogy az így meg tök érdekes. De lehet, hogy úgy is belegondolhatnak egyébként, hogy meghallgatja egyszer-kétszer, vagy itt a kedvenc együttesem legújabb dala, és akármilyen is lehet, hogy kicsit túl sok benne a ska, vagy kicsit túl sok benne a rock, tök mindegy, mert tőletek jött, és akkor ő így is, úgy is szeretni fogja. Hát persze, van egyfajta elfogultság azért ebbe a történetben, meg azért vannak olyan elemek, amiket már nem nagyon emelgetünk bele, tehát ezeket a ska-s sztorikat már nem annyira emelgetjük bele, mert úgy gondolom, hogy akik nagyon-nagyon jó zenekarok vannak, akik ebbe a műfajba szerepelnek a mai napig is, és úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt mondanák ránk, hogy na akkor most mi éppen az ő babérjaikra akarunk törni, vagy valami, hiszen bár sokkal előbb csináltuk ezt, de hogy ilyen szempontból ez nem probléma, de hogy tudod, tehát nem úgy érzem, hogy akkor hiteles valami, hogyha az belülről jön, és hogyha ez jön belülről, akkor miért ne azt csinálni? Akkor miért ne férjen bele minden? Egyébként most végig gondoltam az elmúlt sok-sok évet, hát most még nem 25-öt, hanem 24-et, amióta egyébként zenei SM-nél vagyok, vagy amióta létezik a Sugárlóf, és említetted a skát meg a regit, de én próbálom visszapörgetni azt a rengeteg dalt, amit ismerek, vagy nem ismerek tőletek. Tehát, hogy skát egyáltalán nem találok benne. És egyébként regit sem sokat. Hát a Raga 2, amivel mi itthon Magyarországon annak idején 98-ban így bedurrantunk, vagy 2000 körül bedurrantunk, az ugye ez a bizonyos Mesztelen videoklip, az a Raga 2, az egy abszolút regi dal.
regi dalickásabb refrénnel, de rengeteg a Nő a baj lemezünkön, nagyon sok ilyen, ilyen szkásabb dal van, ugye az előző, a Mangán, a Remangán is, nagyon sok ilyen szkásabb, regisebb beütésű dal volt. Jó, de hát ezek nyilván benne vannak a dalban, vagy felfedezhető bennük, de ahogy én látom a Sugárlófot, vagy ahogy én gondolok rátok, az szerintem szimplán egy ilyen, hát szoftosabb rock, és akkor igen, innentől igen. Lehet kalandozni bármerre. Hát abszolút, én úgy gondolom, hogy a popzenében minden belefér. Tehát a szoftosabb rock is belefér, bár én szívem szerint nagyon szívesen játszanék egy-két olyan témát, mint amit a Slipknot mondjuk. Mert nagyon, nagyon kedvelem, tényleg nagyon kedvelem. Tehát, ahhoz lehet, hogy egy újabb együttest kéne alapítani. Ha, igen, és ez a baj egyébként, hogy ahhoz egy újabb együttest kellene csinálni, amit azért néha úgy az ember úgy előhúz a tarsolyba, hogy de jó lenne egy ilyet. Uh-huh. Ilyet is csinálni. Visszatérve egy fél gondolatra még, ez valószínűleg onnan jött, hogy ugye mi az elején egy ilyen nagyon crossover zenekar voltunk, tehát egy abszolút egy ilyen rockzenei felállás mellé párosult egy szaxofon, ami abban az időben még a Doggy Dognál is megvolt, tehát ilyen szempontból volt egyfajta párhuzam, de ott ment ugye nekünk ez a kitekintgetődés, és aztán ugye 2000-től pedig komplett fúvó szekcióval járunk, és ugye a fúvó szekció meghozta ezt a fajta esztamos, szkás, regisebb hangszerelési mintákat is, úgyhogy azért tudtunk abba belenyúlni. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, az, hogy Sugárlóf már elhangzott, viszont a nevedet még nem mondtam ki a számból, ideje, hogy megtegyem, bemutatlak végre. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban Tóth Szabi, a Sugárlóf oszlopos alapítója és frontembere. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszönöm szépen, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Belecsaptunk a Sugárlófba, tehát 95 óta működik, jövőre már negyedszázados lesz az együttes, és beszéltünk stílusokról. Van olyan, ami abszolút nem fér bele? Említetted a Slipknotot, oké, rendben van. Az beleférhetne, hogyha belefér. Elmennétek? Egyébként az is belefér, tehát hogy belecsempésztünk, mert van egy dalunk, amit előástunk, az valamikor ilyen 97-es, 98-as dal, a Movie című dal, amivel mi, ugye ezt kevesen tudják, hogy mi a zenei pályafutásunkat azt inkább külföldön kezdtük meg, tehát hogy külföldön volt népszerűbb a zenekar, amikor még itthon se tudták, hogy eszik-e vagy isszák, és akkor ezzel a bizonyos Movie című dallal futottunk be külföldön, és rengeteg koncertet adtunk, és ennek a dalnak a végén egy ilyen outro lezárásszerű zenei betétet, azt egy kicsit így kopíroztuk a Slipknottól, egyébként csak az ember próbál meg beleerőteni valami minőségét is. A rockzenészek, hogyha véletlen valamilyen dal kipattan a fejükből, akkor bőven csinálnak olyanokat, és ez más együttesekre, magyar együttesekre is jellemző, hogy akkor megvan szépen a nagyon dallamos ének rész, megvan szépen a nagyon dallamos akármilyen középső rész, és a végén, amikor még egyszer majd visszajön egy akármilyen refrén, azelőtt tegyünk bele egy masszív 20 másodperces, hú de megőrülök a gitárral a nyakamba részt. Én nem preferálom ezeket annyira, nem tudom. Tehát szerintem már ez a gitárszólós széles terpezbe kiállunk, fújja a hajunkat a szél, és alulról nem tudom, jön föl a füst. Szerintem nem erről kell szólni, tehát így a show jellegét az teljesen más. A koncerten megengedett talán. Hát koncerten megengedettebb, de egyébként az az érdekes, hogy koncerten mi sokkal rockosabb hangzásba adjuk elő a dalokat. Bár igyekszünk arra, hogy CD minőségben legyen, azért van nekünk is hard disk recorderünk most már tényleg 20x éve, tehát azért folyamatosan törekszünk arra, hogy az ember ne egy teljesen más zenei élményt kapjon, de mégis egy picit fűszeresebb. Tehát amikor tudod, úgy főzöl, hogy nem a kimért két tejáskanál sót és borsot érzésből, ahogy te szeretnél. Bele, igen. Hogy jó, legyen saját íze, legyen karca. Igen, tehát hogy egy kicsit, hogy azaz mégis rokkosabbak a bulik. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tóth Szabi, a Sugárlóf alapítója, frontembere, egyik frontembere. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Szabi zenész, szóval, hogy a Sugárlóf alapítója és frontembere. 1995-ben jött létre az együttes, erről már beszéltünk, jövőre negyedszázadosok lesztek, nyilván arról is fogunk majd beszélni, hogy akkor nyilván készültök, hogy akkor lesz, gondolom, hát ha nem is egy koncert, több koncert, vagy egész éven keresztül majd ünneplés, viszont előtte még visszaadod, hogy 95-ben létrejött az együttes, és akkor nagyon rokkosak voltatok még, aztán utána a váltás, a szoftosítás,
váltás az azzal jött, hogy akkor egyszer csak bekerült egy hölgy az együttesbe és elkezdett énekelni, vagy telt múlt az idő, és azt láttátok, hogy akkor arrafelé megy a zenei közízlés, akár külföldön, akár Magyarországon, hogy sokkal popposabb darok kellenek. Külső behatás vagy belső érzet? Ez azért egy jó kérdés, mert is-is, tehát mind a kettőnek azért köze volt hozzá. Logikusan, amikor az Era beszállt a zenekarba, egy női hang azért már más dolgokat, más hangszereléseket kíván, más dalírást, más dalamíveket. Más szöveg. Más szöveget, tehát hogy abszolút ez mind hozta vele. Mondanám, hogy soha nem akartunk megfelelni semmilyen trendnek, ez így nagyon szépen hangzik, nagyon sokan el is szokták mondani. Ez részben igaz, részben nem igaz. Egyetlen egy együttes van a világban, vagy a zenetörténetben, amely nem akart megfelelni egy trendnek sem, és a leghíresebb együttes lett belőlük, ők a Beatles. Pont ezt akartam mondani én is. Igen. Na, tudod, és akkor erre mondják, na jó, de az más. Tehát ők azért megírtak mindent, amit meg lehetett, tehát onnantól kezdve már mindenki csak ezt kopírozza. De hogy tényleg ez a fajta szoftosodás, ez innen jött, logikusan változtak azok a hangszerelési trendek is, amik abba ugye 2000-es évek elején voltak. Innentől kezdve ugye óvatatlan volt az, hogy akkor mi is kövessük ezeket a trendeket, de nem, soha nem akartunk ennek direkt megfelelni, tehát nem azt mondtuk, hogy jó, most az a stílus, az menő, akkor kopírozzuk, és akkor játszunk olyat. Tehát, hogy hanem bizonyos olyan hangszerelési elemek, olyan metódusok, akár olyan dallamvezetések, azokat próbáltuk így egy kicsit így rásimítani, vagy összecsiszolni. Az az érdekes ebben az egészben, hogy a zene hőskorában, abban az érában jöttetek létre, vagy jött létre az együttes, a Sugárlóf, és utána később vált majd ismerti Magyarországon, mert ugye először külföldön, amikor még volt egy repülők, amikor még volt egy TNT, amikor még volt egy, nem tudom, akkor nyitotta a szárnyát a Bombon is például, Bonanza, Banzai Republic, stb. És akkor hirtelen megjelent egy ilyen újabb színfolt a könnyű zenében, mint a Sugárlóf. Azért ott akkor belecsapni egy ilyenbe az úgyhogy előtte pontosan tudod, és nyilván te is figyelted, hogy mi az, ami slágerré tud válni, és akkor egy ilyen stílussal, egy ilyen együttessel előrönni, ott akkor az egy kétélű fegyver volt, hogy vagy nagyon be fog jönni, vagy mehetek utána vissza a balettbe ugrálni. De igen, de ez minket nem érdekelt. Tehát ez minket akkor nem érdekelt. Azért nem érdekelt, mert mondom, akkor amikor megcsináltuk a movie-t, és elkezdtünk külföldön nagyon gyorsan, nagyon nagy sikereket elérni, tehát tényleg ilyen úgy turnéztünk, hogy naponta 2-3 ezer fős klubokba játszottunk, mint headliner zenekar. 2-3 előzenekarral, amerikai előzenekarral, ilyen, stb. És tényleg bejártuk keresztbe kasul egész Európát. Akkor úgy gondoltuk, hogy valami jóba tudtunk belenyúlni, valami jó az, amit csinálunk. És aztán azt gondoltuk, hogy ha ennyire menők vagyunk külföldön, akkor miért ne lehetnénk ennyire menők mondjuk a saját hazánkba is, tehát akkor miért nem énekelhetnénk mondjuk magyarul is. Ez cél volt egyébként, hogy külföldön futtassátok fel először az együttest? Nem. Hogy jött a lehetőség, mert hogy voltatok vele egyébként? Olvastam ilyet, hogy a Luxemburg államokban turnéztatok valamerre, ott nem tudom, Hollandia, Brüsszel, valami ilyesmi. Igen, arra felé is, de hát a Párizstól kezdve, ez tényleg Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország, tehát tényleg bejártuk egészet, és egyébként tök érdekes, mert de akkor az még az eredeti, az 5 fiús felállás volt. Igen, igen, abszolút. És tök érdekes, mert később 2005 felé, akkor kaptuk egy nagyon komoly meghívást Ázsiába, és hogy terjesztenék a lemezünket. Ugye akkor volt a Honey Bunny és a Vadvirág itthon nagy sláger. Azt képzeld el, hogy úgy játszották ki Ázsiába, Japán, Indonézia, az a Shanghai rész, Hongkong, stb., hogy magyarul. Tehát magyarul ment eredetiébe a videóklip és a dal. Ott náluk kint Japánban. Ott náluk kint, igen, pontosan Ázsiában, nem csak Japánban, nem mondom, hogy így ilyen eléggé frekventált részen, és akkor ugye megkerestek minket, hogy nagyon szívesen ugye kiadnak, csak nekünk volt egy worldwide szerződésünk, ugye a Universal-al, ami egy kicsit így bonyolította a dolgokat, és ugye pont akkor volt nálunk a frontember váltás. Akkor jött az Era. Akkor jött a Henny. Aha. Akkor jött a Henny, és akkor a Neon című lemezünk már megvolt,
csak azt így direkt nem akartuk még kiadni, hogy megnézzük, hogy mi ez a, hova fog kifutni ez a jogi húzavona, aha, ugye a japán univerzál és a magyar univerzál között, és aztán végül is így az volt, hogy így elhalt ez a dolog, mert olyan hosszasan húzódott a két kiadóval a történet, hogy azt mondták, hogy jó, hát hogyha nem akartuk, de mi nagyon komolyan ki akartunk szállni az akkori lemez szerződésünkbe, hogy tudjunk ki. De nem sikerült. Hát figyelj, azt mondták, hogy a bukó példányszám 270 ezer darab. A bukó példányszám 270 ezer. 270 ezer darab, tehát ők azt mondták, hogy ha ebből a lemezből 270 ezer darabot adnának el, akkor harakiri. Már maguknak. Ez csodálatos. Ugye még fax volt, tehát hogy tudod, nem e-mail volt, hanem még fax volt, és ahogy faxon jöttek át a turnédátumok, és így álltál kikerekedett szemmel, és akkor olvastad, hogy Tokió, Osaka, Nagasaki, nem itt tudom én, tényleg Shanghai, és ez a, tudod, ez a, el se hiszed. 270 ezer itthon, az már gyémánt, vagy platina, vagy dupla platina, sokszoros, az már mi? Az nagyon sokszoros. Ott ennyire minden. Megy ez? Uh-huh. És ha belegondolok egyébként, tehát hogy ott a távol-keleten, Ázsiában, mondjuk például Japánban, ők egyébként zeneileg, hogyha a saját előadóikat vesszük, akkor még mindig ugyanazon a szinten vannak, csak ugye a helyi előadók énekelnek ilyen nagyon cérnavékony hangon. Hát egyrésztről, másrésztről ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye ez az amerikai meg angol száz kultúra azért az nagyon erős náluk. Viszont mégis ugye olyan dömping volt, hogy ez a kicsit ez a balkániasabb, kicsit ez a mólosabb történet, amit ugye mi is csinálunk, mi is játszunk. Ez náluk egy olyan üde színfolt volt, hogy tényleg rögtön ráharaptak, hogy ez nekik tetszik. Tehát a mai napig kapok még jogdíjat onnan, abból a térségben, hihetetlen. Nem sokat, de utalják. Hát így igaz. Ehelyett, tehát hogy elmentetek volna egy ilyen rettenetesen hosszú koncert turnére vagy sorozatra Japánba, gondolom utána mentetek Zala Szentgrótól az Uborka Fesztiválra. Így igaz, és megjelentettük a hajnalig, még van időt, amit a mai napig be van akadva a rádióban. És az miért baj? Az egy tök jó dal egyébként szerintem. Nem baj, csak tudod, ez olyan, mint amikor az embernek gyerekei születtek, és mindig szeretné megmutatni az új gyerekét, hogy az mennyire jó is. És hogy a rádióban egy ilyen 10x éves dal van beakadva, nem feltétlenül tudod megmutatni azt a fejlődési folyamatot, ahonnan te, amin keresztül mentél az alatt a 10x év alatt. Tehát, hogy pont ezért érdekes, ugye a legújabb lemezünk az Sputnik, ami ugye most jelent meg egy hónapja, hogy azon is mennyi olyan dal van, ami valahol kronológiája egyébként a hajnalig még van időnek is, vagy annak az érának, vagy még korábbi érának, tehát ez a Nő a baj lemezre egyébként sokkal jobban hajaz a Sputnik lemez, tehát aki azt imádta, ezt is fogja imádni. Akkor ez neked egy keserű érzés. Egy kicsit igen, hát van benne. Persze örül az ember, meg tök jó, meg az egy ilyen örök bestseller, csak tudod, tehát nem akarsz ilyen one hit wonder-ös maradni, hanem azért. Tehát ezért csinálsz még úgy jó dalokat. Sajnos úgy kezdődik az is, már mint a dal, amiről beszélünk, hogy egy keserű érzés. Így igaz. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban Tóth Szabi, a Zsugárlóf egyik alapítója, frontembere, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Szabi, a Sugárlóf alapítója és egyik frontembere. Hát igazából igen, mert a másik az frontcsaj. Ugye? Most kivel vagytok egyébként? Tehát én már nem tudom ezt követni. Jaj, ne! Úgy indult az egész, hogy ne, tudod, férfi. Persze, hogy tudom. Szóval, hogy csokoltatjuk az enyikőt, igen. Igen, csak ez sokkal jobban hangzik. Szóval, hogy indult úgy, hogy akkor öt férfi ember volt a csapatban, aztán utána kivált az akkori frontember, jött az Erika után jött majd a Henny, aki szintén ment, így is úgy is kellett neki mennie. Igen, aztán utána jött a Szonya, igen, aki viszont Angliában ragadt. Igen. És aztán most pedig az Enikő van. Hát 3 éve, igen. És akkor most minden jó? Abszolút. Hogy jött az Enikő egyébként a csapatban? Hú, az Enikő nagyon érdekesen jött a csapatban, mert nekünk volt egy közös munkánk, egy akusztikus verziót hangszereltem neki az egyik dalára, és így tök jó elkezdtünk együtt dolgozni. És akkor úgy mondta, hogy hát ő eljönne már is Sugárlóf bulira, és pont akkor volt az, hogy így azon gondolkoztam, hogy egy kicsit most így egy pár évre így szögre akasztanám
a zenekart, mert így a Szonyával voltak nézett eltéréseink, meg stb. És mondom, nem akarom én ezt a folyamatosan újraépülő, rekreált valamit megcsinálni, bár soha nem miattam volt váltás, bár tudom, hogy kívülről biztos, hogy úgy néz ki. Egy csomó cikket lehet egyébként olvasni arról, hogy amikor a Henny elment, akkor voltak nézeteltérések, aztán utána kettő oldalra később már az van, hogy nincs nem volt semmiféle nézeteltérés. A Szonyával kapcsolatban ilyesmit nem lehet olvasni. A Zenikő meg még mindig tagja a csapatnak. Igen. Hát a Hennyvel a szétválásunk az csúnya volt. Voltak előzményeik, belső előzményeik. Nem nagyon beszéltem én erről, meg most sem akarom nagyon erről beszélni, de amikor 2010 körül mi elkezdtünk forgatni egy dokumentumfilmet, amivel pont azt szerettük volna megmutatni, hogy hogyan, tehát minden, ami a színpadon kívül van. Minden. És nagyon jó anyagaink is lettek, és amikor az Instant Karma lemezünket elmentünk elődemózni, akkor itt Tihanyba kibéreltünk egy nagy ilyen spa wellness szállodát, és berendeztük az egyik apartman stúdiónak, és hogy akkor így lementünk két hétre, és közben forgott a kamera. És az első annyi feszültség és indulat volt már bennünk, hogy az első este már rögtön összevesztünk, de nagyon csúnyán, mindenki mindenkivel. És ilyen kicsit ilyen párterápiás jellegű történet volt, minden este le kellett ülnünk egy nagy fotelbe, ott volt ugye az egész zenekar, hét fő, a technikusok, operatőr, hangmérnök, stb. És akkor szépen rögzítve volt az, hogy mi hogy kibeszéljük a vélt vagy valós sérelmeinket egymásnak. És nagyon sajnálom egyébként, hogy én tudom, mert nekem megvan az anyag, tehát gondolkoztam rajta, hogy egyszer valamilyen formában mondjuk csak a YouTube-ra itt felrakjuk, nem biztos, hogy mondjuk lennének emberek, akik örülnének ennek, hogyha ez kiderülne, de hogy jóba vagyunk a Hennyvel, tehát nincs semmi. Ja, hogy ő azt nem szerette volna, hogy akkor az a bizonyos anyag, ami ott rögzítve lett, az kikerüljön? Nem beszéltünk erről, hogy szerette volna, vagy nem szerette volna, de... Úgy döntöttél, hogy nem. Jobb, hogyha nem látja senki. Igen, nem tudom. Tehát, hogy nem kell. Figyelj, ez az egész szakma, ez ugye egy ilyen nagyon mézesmázos, mindenki vetít, mindenről vetít, fenn kell tartani a látszatot, stb., mert akkor vannak koncertek, akkor van lemezeladás, akkor van játszás, stb., de ez egy borzalmasan nehéz szakma. Ezt nem lehet a kellő őszinteséggel csinálni, mert ha a kellő őszinteséggel csinálod, akkor az emberek megdöbbennek, és az a fajta idolozott állapot, az így egy kicsit így elkezd megkopni, és akkor vagy új idolokat kezdenek el keresni, vagy elkezdenek döbbenten ott állni, hogy nem értik. Szóval, ilyen-olyan úton, módon a Henny kikerült az együttesből, igen. Ebben nem megyünk bele jobban, mert akkor hát az... De annyi csak, hogy ő szóló karrierbe akart kezdeni. Neki mielőtt kiszállt egy évvel, közölte, hogy ő szóló lemezt szeretne csinálni, szeretné vinni a kettőt együtt. Én mondtam, hogy szerintem ez nem fog sikerülni. A Balázs meg az Attila, ugye a másik két tag, ők azt mondták, hogy jó, hát próbáljuk meg, ugye Henny is azt mondta, hogy próbáljuk meg, úgyhogy én már ott elkezdtem vagdosni a centit, de végül is az, ahogy ő kiszállt, amilyen formában kiszállt, az nem volt annyira etikus egyébként. Kiszállt a csapatból, aztán jött ugye a Szonya, akivel együtt voltatok talán 2-3 évig? Igen, 3 körülbelül szerintem. Így. És ez még mindig a múlt, a jelen pedig, és innen kanyarodtunk el ugye az Amúri Enikő, akivel egyszer csak dolgoztatok együtt, áthangszereltél neki valami dalt, és akkor utána bekerült. Igen, és akkor mondta ugye, hogy ő tök szívesen énekelne a zenekarba. És akkor tudod, először azt hittem, hogy csak ő arra gondol, hogy... Azt mondom neked, hogy én is szívesen énekelnék, akkor én leszek a következő? Valószínűleg ugyanolyan szkeptikusan állnék hozzá, mint mondjuk az Enikőnél szkeptikusan álltam hozzá. De aztán ő elkezdte ezt bizonygatni, hogy nem, ő tök szívesen lenne. Logikusan valahol szerintem ő, nem azt mondom, hogy belátta, hanem valóan rájött, hogy az ő zenei karrierjében is kell egy perspektíva, kell, tovább kell lépnie. Mert az, hogy tehát Magyarországon iszonyatosan sok szóló énekesnő és énekes van, és szerintem borzalmasan nehéz nekik érvényesülni. Míg egy zenekar az egy teljesen más történet. Itt az NC-nek sokkal több mindenben van szabad keze. Írhat szöveget, írhat zenét, nincs elnyomva, meghallgatjuk, megvannak a saját ötlet
részei együtt alakítunk ki mindent. Tehát ez egy csapatmunka. Aki szereti a csapatmunkát, az úgy gondolom, hogy az egy sokkal innovatívabb dolog, és sokkal jobban előre visz egy zenekart. Mondjuk. Ezzel együtt nyilván meg kellett őt hallgatni előtte, tehát, hogy amikor nem kellett, azt... Hát azért tudtuk, hogy a Móri Enikő egy hihetetlenül jó énekesnő, és szinte mindent elénekel. A korábbi dalokat, anyagokat, amik egyébként szükségesek ahhoz, hogy énekes nővé avanzsáljon, vagy váljon egy ilyen együttesbe, azokat mennyi idő alatt sikerült magáival tenni? Nagyon rövid idő alatt, de ami tök érdekes dolog az, hogy vannak olyan embereink, akár technikusok, akár stylist, stb., akivel hosszú-hosszú évek óta dolgozunk együtt. És pont amikor a fekete-fehér klippet vettük föl. A legújabbat? Az éppen a legújabbat, az épp aktuálist. Amikor a klippet vettük föl, és a Hajni, a sminkesünk, a stylistunk ott volt, és nem hallotta még a dalt, fönnült az öltözőbe, és ugye elindult a playback lent, a stúdióba is jött le, és mondta, hogy olyan érzése volt, olyan hangja volt, mintha az Era énekelt volna. Vagy hogyha mit tudom én, másik dalban meg, mintha a Henny hangját hallotta volna. Tehát, hogy abszolút bele lehet ezt hallani, és ez az Encinél nem egy ilyen tudatos dolog, hogy akkor most úgy énekel, mint ahogy az Era énekelt, vagy úgy énekel, mint ahogy a Henny, mert ezt én mondtam neki az elején is, hogy ez még véletlenül sem legyen, hogy bárki bárkire akarna hasonlítani. Nem lehet ilyen manírokat magára erőltetni. De az nem ember is kell, hogyha őszinte akarsz tenni a színpadon, akkor viszont nem hiszik el a nézők, hogy akkor a nézők, a kedves rajongók, meg mindenki, aki ott áll vagy ül, hogy csak ez a lényeg. Tehát, hogy Móri Enikő legyen. És ő ilyen? Abszolút. Mióta vagytok együtt? 3 éve. 3 éve, aha. Összecsiszolódtatok most már, akkor minden olajozottan működik? Szerintem igen. Persze. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tóth Szabi, zenész, rockzenész, a Sugar Love oszlopos alapítója és frontembere. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Szabi, a Sugar Love egyik alapítója és frontembere. Rengeteg albumotok jelent meg az elmúlt sok-sok évben, 95 óta, és akkor itt a legújabb, Sputnik. Na, mit tudjunk erről a bizonyos űrbéli képződményről? Nagyon érdekes, mert ugye a Sputnik az első ilyen műhold volt, ami föl lett lőve az űrbe, és földkörüli pályára állították. És jött egy ötletünk, amikor így általában ilyen hangzatos neveket keres az ember a lemezének, ami vagy az egyik dalnak a bemondását emeli be, aha, vagy pedig valami olyasmit, ami így átfogja. Hát, vagy szimplán csak az együttesnek a nevét teszik rá. Sugar Love 5. Egyébként ezen is gondolkoztunk, tehát hogy egyébként volt egy ilyen, még amikor még 20 éves volt a zenekar, és akkor akartunk kihozni egy ilyen válogatást lemezt, akkor ott a 20-as. Aha. Azon a néven futott az a projekt, majd jövőre, amit majd szeretnénk kihozni, annak az lesz a cím, hogy 25. Mély meglepő, ha már 25 éves a zenekar. Na mindegy, és akkor gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy akkor vegyük már fel a kapcsolatot a Magyar Külügyminisztériummal, hogy eljuttatnánk ezt a lemezt, és hogy ők eljuttatnák-e, mondjuk az oroszoknak, vagy a kínaiaknak, hogy vigyék már föl az űrbe. Ugyanis nincs az űrbe fizikai CD-lemez. De te most szivatsz engem. Nem, ez halálosan komoly. Mi azt szeretnénk, kaptunk visszajelzést a külügyminisztériumtól, hogy ezt abszolút egy jó ötletnek tartják, és megpróbálnak mindent megtenni. Azért ez nem egy egyszerű dolog. De hogy mi csak annyit kértünk, hogy vigyenek föl egy lemezt az űrhajósok, és amikor fönn vannak a világűrbe, akkor csak egy hanyag mozdulattal így dobják el, mert akkor első kozmikus sebességre állítod azt a lemezt, és az a világűrbe fog keringeni. Ne a föld felé, az ellenkező irányba. Eldobja, és ahogy mondtam, tehát, hogy nincs fönt, egy darab kapszula van fönt, ami a Beatles dalokat tartalmazza, semmilyen más, semmilyen zenekarnak, és mondtuk, hogy miért ne lehetne az első CD lemez egy magyar zenekarnak a lemeze. És ez annyira tetszett nekik, hogy
hogy nagyon, és tovább megyek, bocsánat, hogy azóta, és ez egy hihetetlen, hogy egyrészt kicsi a világ, másrészt ilyen hihetetlen dolgokon és nüanszokon múlik, lett egy elég komoly kapcsolatunk az Elon Muskhoz. És hogyha az előbbi rész nem jönne be, akkor arra gondoltunk, hogy talán megkeressük az Elon Muskot, van annyira őrült az ember, hogy lát benne fantáziát, és mondjuk a föld körül keringő Teslának a kesztyűtartójában fölviszik a lemezt. Tehát a sportértéke annak is megvan. És ezt halálosan komolyan gondoljuk egyébként, és azok, akiket megkeresünk, is szintén halálosan komolyan gondolják. Tehát, hogy innentől kezdve nem tudom, lehet, hogy egy hónap, fél év, egy év múlva be tudunk arról számolni. Hát, vagy ha más nem, akkor meg kell mondani az Elonnak, hogy akkor itt az ideje annak a bizonyos autónak a CD-tárában kicserélni azt a lemezt, ami egyébként nem tudom mióta egy éve van fönt az az autó, igen, és akkor legyen az egy Sputnik, méghozzá sugárló felgújabban. Tehát, hogy ez így jött innen a... Kozmikus pályára állítod a CD-t. Hát de tényleg, hát ez halálosan komolyan. Tehát, hogy ez egy... Beleolvad a napba, tehát, hogy tök mindegy. Ó, nem baj az, de legalább elmondhatom, hogy az első lemez a világon, az én lemezem volt, ami beleolvadt a napba. Vagy megtalálják az idegenek, és megpróbálják valahogy lejátszani. Dekódolják. Na, mit tudjunk a dalról, a lemezről magáról, aztán majd beszélünk a legújabb dalról, a Fekete Fehérről, mennyi ideig készítettétek, és ez is úgy készült, mint hogy az imént mondtad, hogy akkor bezárkóztatok valahová, és akkor tábor van, kitaláljuk. Egy része igen, nem árulok el titkot azért, hogyha azt mondom, hogy két-három olyan felvétel, mint aki követ a Depi End és a Mulató, azok ugye már régebben kijött szinglök, csak egy kicsit ez a újrafésült verziója, ráncfelvarrott verziója került rá a lemezre. Az egész alkotói folyamat az szerintem egy nagyjából egy olyan fél év, háromnegyed év volt. Relatíve gyorsan fölcsapkodtuk a stúdióba, és kihoztuk. Hozzád fűződnek a dalok? Tehát te voltál az, aki otthon leült a gitárral a kezében. Túlnyomó részben igen, tehát mint nem csak mint zeneszerző, hanem mint szövegíró is jeleskedtem ezen a lemezen. Emellett ugye az Enci is írt nagyon sok szöveget. Szűcs Norbi barátommal is csináltunk közös dalokat, Vági Tomival is csináltam közös dalokat. Tehát, hogy így azért nagyjából én vagyok a gerince ennek a történetnek. Megszülettek a dalok, megszületett a lemez, már hozzáférhető, Sputnik, a Sugarloaf legújabb albumáról van szó, amiről egyébként a legújabb, hát kis lemez, hogyha lehet ilyet mondani, hogy kis lemez, a legújabb videoklippel ellátott akármi, ami nyilván hozzáférhető már az interneten mindenhol, az a Fekete-Fehér. Na erről mit tudjunk? A Fekete-Fehér egy ilyen abszolút, ez a yin és yang, ez az állandó ellentét, a sötétség, a világosság, tehát mindig az, amikor rossz kedved van, akkor is próbál meg a pozitív dolgokat nézni benne. Tehát egy kicsit ilyen az életigénylő történet is közrejátszik. Nagyon érdekes volt a dal szövegének a születése, mert pont a stúdióban dolgoztunk hárman a Norbinál, és nekem előtte sajnálatos módon összetörték az autómat, és mentem a szervizbe, hoztam el az autót, és visszamentem a stúdióba, és még visszaértem a stúdióba, addig ez beugrott, és bementem a stúdióba, és azt mondtam, figyeljetek, legyen ez a dal címe, hogy Fekete-Fehér. Oké, jó, és onnantól kezdve egy óra múlva megvolt a szöveg. Tehát, hogy... Ilyenkor egyébként, amikor megvan az első ötletfoszlány, vagy gondolatfoszlány, hogy akkor már látjuk azt, hogy kb. Milyen zenére épül majd föl egy akármilyen szöveg, akkor honnan jönnek a gondolatok? Tehát, hogy az megvan, hogy fekete-fehér, azért, mert most összetörték a kocsit, és akkor most minden fekete, de hogyha elkészül majd az új lemez, akkor minden fehér lesz, és körülbelül. Egyébként az élet amúgy sem csak fekete-fehér, rengeteg szín van benne, hogy viszed tovább, vagy mikor találod meg a megfelelő bemondást? Ó, mondjuk én nagyon végletes ember vagyok, tehát a magam részéről. Meg úgy gondolom, hogy ugye a művész emberek nagy része az nagyon végleges, tehát nagy magasságokat élünk meg nagy mélységeket. És a kettő között, Nincs semmi, igen. Tehát, hogy a színek azért az én életemben annyira nem jellemzőek. Tehát, vagy valami, hogy nagyon jó vagyok, vagy nagyon magam alatt. Mindenkit szeretek, vagy hagyjatok engem békén, bezárkóztam. Egyébként pontosan, csak mondjuk ezt így nem lehet kimondani, meg nem csinálhatod meg. Igen, téged is persze segítek, hagyjatok már, ne. Nem, azért én alapjában véve azért egy eléggé nyitott ember vagyok, meg segítőkész, tehát ilyen szempontból ez nincsen, de valamikor azért én is szeretek így a világ elől elbújni. Eleve nem
nem szoktam, és nem szeretem kiteregetni akár a magánéletemet, nem élem az életemet nagyon a social médiában, mert én úgy gondolom, ha én nem vagyok kíváncsi másra, akkor más sem legyen kíváncsi én rám. Logikusan kell, mert a szakmában valamennyire kell ezt, meg ugye a zenekar életén keresztül, ugye az én életembe is be lehet látni valamilyen szempontból, de az, ezek az inspirációk, amiket magamba élek meg, ezeket próbálom meg zene, illetve szöveg formájába kiírni. Azért érdekes ez, mert te írod a szöveget, vagy nagy részt te írod, persze. Inkább a zenét írom én, van amelyik szöveget is. Ezzel együtt az Enikő nyilván kevesebb szöveget ír, de mégis neki kell elénekelnie. Tehát, hogy neki kell, hogy passzoljon az a bizonyos szöveg, amit akár kiír meg. Uh-huh. Tehát, hogy, és neki pedig hitelesen elő kell tudni adnia. Mondta bármelyik dalra egyébként a sok-sok közül, hogy, vagy szövegre a sok-sok közül, hogy akkor ezt egy kicsit másképp kellene alakítsuk át, mert nem áll a számra. Nem. Egyébként az az érdekes, mert rögtön igyekeztem arra, hogy rögtön az alkotás első pillanatából bevonjam. Tehát amikor volt egy harmónia, volt egy ének dallam, egy ének ötlet, már akkor bevontam. Abban néz, tetszik, jól érzed magad benne, komfortos, nem komfortos, odaillik, akarsz-e jobbat írni bele, stb. Tehát bele volt vonva rögtön. A szövegírásba ugyanígy. Tehát, hogy nem, tehát, hogy Ez ugyanúgy az ő gyereke is, mint az enyém, vagy mint bármelyik zenekari tagunknak innentől kezdve. És mondom, megint csak azt tudom ide beemelni, a hitelesség. Hogyha nem az lenne, akkor nem tudná hitelesen előadni ezt a színpadon, vagy a stúdióban, vagy egy videoklipen, vagy bárhol, és akkor onnantól kezdve cseszheti az ember, mert az meg átjön a rajongóknak, hogyha valami nem hiteles, nem önazonos. Megjelent a legújabb lemezetek Sputnik címmel, erről kijött a legújabb kislemez Fekete-fehér címmel, már tudjuk, hogy én és a Yang, és akkor az élet néha nagyon jó, néha meg kicsit rosszabb, és akkor erről szól a dal, megismertük a dalok születésének a folyamatát, jövőre meg 25 éves lesz az együttes. Gondolom koncerteztek a nyáron sokat, és gondolom, igen, hogy azért titokban már készültök arra, hogy akkor jövőre lesz valamilyen 25 éves nagy durranás. Több terv is van azért jövőre, tehát hogy nekem nagy dédelgetett álmom egyébként az, hogy szimfonikus köntösbe öntsünk egy csomó dalt, akár a Sputnik lemezről, akár régebbi lemezek slágereiről. Van egy tervezve akár egy ilyen duett lemez, ami egy kvázi egy best of lemez. Valószínű, hogy egyébként ez lesz a legvalószínűbb, hogy ez a lemez fog kijönni, mert egy szimfonikus zenekart azért összerántani, ott megcsinálni az arrangement, tehát stb. Az idő kell, tehát az lehet, hogy csak jövő év vége felé lesz, de úgy gondolom, hogy valamilyen kis jubileumi történetet azért csinálunk. Nem vagyunk nagyon az a jubiláló zenekar, tehát az 5-10 évnél egyáltalán nem jubiláltunk. Azt hiszem, hogy 13-nál igen. Várjál, nem, valahogy ilyen 10-valamennyinél, amikor a Stereo koncert DVD jelent meg, akkor azt hiszem ott mi direkt ráfogtunk egy ilyen 13 vagy 15, vagy nem tudom, nem 16, nem tudom hány éves ilyen jubileumi dolgot, de a 25 azért az mégis egy olyan sokkal kerekebb szám, hogyha belegondolok, hogy az életem több, mint a felé ezzel foglalkozom, tehát hogy innentől kezdve ezt illik valami méltóképpen megünnepelni. De mondom, tele vagyunk tervekkel jövőre kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Én köszönöm szépen. Hello. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en, Tóth Szabival, a Sugárlóf alapítójával és frontemberével. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Kezét csokolom, viszont látásra, viszont hallásra.